Mindenki tudja, melyik ez a ház, de senki nem tudja, hogy mi van a téglával sávolt falak mögött. A Moszkva Szélkálmán téren vagyunk, és rögtön egy újdonság, az épület mellett egy átjáró is épült a tér felé. Ma a megújított postapalotát és a vadonatúj pénzmúzeumot fogjuk megnézni. A legszembetűnőbb változás itt, persze az alagúton túl, hogy innen előbb tudunk bemenni a Magyar Pénzmúzeumba, előtte viszont még itt szembe jön velünk a múzeum zárásaként az aranyvonat Szőke Gábor Miklós előadásában. A Robogás című 13 méteres szobor az MNB 1945-ös aranyvonatára és az ország aranytartalékát megmentő jegybanki munkatársakra emlékeztet. Több mint 7000 darab aranytömböt formáz, de nem aranyból, hanem 13 tonnányi rozsdamentes acélból. A pénzmúzeum múzeum és egyben pénzügyi edukációs kiállítótér is, mivel az MNB feladatai közé tartozik a pénzügyi kultúra fejlesztése és a pénzügyi tudatosságra nevelés is. Az aranyvonat szobor egyébként a kiállítás záró részében áll, itt a helyes útirányt egy a padlón végigfutó úgynevezett aranyfonál mutatja. Ide még visszajövünk, de addig újra az épületről. Az 1924-ben tervezett palota a Magyar Királyi Posta igazgatóság épületének készült, és mellesleg még a Krisztina városi telefonközpont is ide került. Túlélte a 45-ös ostromot, 56-ot, Buda legnagyobb közlekedési csomópontjában mindig vizuális főszereplő volt, és az is marad. Nem a nyilvánosan bejárható részhez tartozik majd az MNB irodaház részlege, és maradt a Krisztina városi telefonközpont is. Az épületben mindent felújítottak, ami megmaradt. Az ország első páternoszterétől a faldíszítésekig, vagy a finomívű betongerednák látványának kibontásáig. Ugyanakkor a palota felújított részei lenyűgözően újak. Tehát, hogyha valaki ott jön be, ahol régen a postára kellett bejönni, a főpostára, tehát a Krisztina körút felüli bejáraton, akkor rögtön ott várja egy fantasztikus, lefedett udvar. Tág terével látványosabb lett az udvar, itt valahol, ahol most állok, egy kémény volt, a régi épület kéménye. Most viszont úgy oldották meg ezzel az üvegtetővel, hogy egyszerre jön be a természetes fény, és érvényesül az épületnek a belső képe is. Itt lehet olyan mágnes kártyákat is kérni, amivel bejelentkezünk a számítógépes rendszerbe, ami mindenféle interaktív meglepetésekkel jár. A kiállítás 5 nagyobb egységre csomópontra osztható fel. Az első csomópont például arról mesél, hogy mi volt a pénz előtt, mi válthatta ki a kagylóktól az állatbőrökig. Gödör és Csíszhalom. A későbbi Szélkálmán Moszkva tér első neve és a domb, amire a postapalota épült. A Gödör nevet azért kapta, mivel 2-300 éven át agyagbánya és téglavető működött itt, és ahol agyagot termelnek ki, ott méretes gödör is keletkezik, a kitermelt földből pedig kisebb domb, azaz a Csíszhalom. Telente a befagyó Gödör jegén korcsolyáztak a budaiak, a millennium után pedig ide került a BBTS Sportegyesület favázas pavilonja, már ezt is Sándi Gyula bővítette kétszintes klubházzá. A budai postapalota pályázatát 1923-ban írták ki a tér fölé emelkedő ligetes dombra. A szabálytalan telek lejtett, felső sarkán már állt az egykori Ziegler palota, a Krisztina körút nyitó tömbje. Így lett az épület szabálytalan négyszög alakú, a tervező pedig csuklópontokkal hangsúlyozta ki a sarkokat. A fő jelszó a takarékosság volt, hiszen külföldi hitelből épült, Trianon után vagyunk, minden felesleges pazarlás kerülni kellett. Így az épület nem lett túl díszített, részleteiben is elkerülte az akkor divatos, historizáló megoldásokat. Sándi épületének 1926-os fogadtatása egyébként nem volt egyértelmű.
az építész hallgatók diáklapjában, a megfagyott muzsikusban egy karikatúra Sándit építő kockákkal játszott gyerekként ábrázolta, és a régi szép idők szellemében a már élete végén járó építész professzor, egyébként terzsűri tag, Hausmann Alajos is szívesebben látta volna a díszítő elemek monumentálisabb használatát. Sándi Gyula költségtakarékossággal nyert, a reprezentatív kőburkolat már drágának számított, és ami nem látszik, az a belső vasbeton pillérváz, amiben az egyes szinteket az építész alacsonyra szabta. A ház statikusa is ő volt, értett hozzá, mivel 25 éven át volt a Műegyetem épületszerkezettan tanszékének professzor. Ez az épület egyik legmenőbb terme, ha nem a legmenőbb, ahova csak nagyon kevesen juthatnak be, egészen pontosan a monetáris tanács tagjai. Egyébként az építés Sárdi Gyula ezt kifejezetten reprezentatívra tervezte, ugyanis megfelelő belmagasságban érvényesülnek ezek a nagyon szép vasbetonívek. A második csomópontban a pénz megszületésével és fizetőeszközé válásával foglalkoznak, aztán a következőben a bankokkal, majd a negyedikben a globalizálódó pénzvilággal többek között és a virtuális pénzeszközökkel. Találunk egy makettet az épületről is, de a Nemzeti Bank szabadságtéri székházáról, amiben be is lehet kukucskálni. És a kivételezettek a kezükbe foghatnak egy valódi aranytömböt, ami nem nagy, viszont nagyon nehéz és nagyon értékes. Sándi Gyula költséghatékony, de nagyon látványos irodaházat tervezett. Egyrészt hagyta a drága kőburkolatot, és helyette a téglaarchitektúra érvényesül. Ezek a függőleges téglasávok teszik könnyeddé az épületet, és mellé még felvidéki sgraffitó díszítéseket használt. Sándi Gyula még a monarchia idején kezdte a pályafutását, aztán fiatalon végigcsinálta Petsz Samu mellett a millenniumi kiállítások munkáit. Ő volt akkoriban az evangélikus egyház főépítésze, mellesleg épített postákat is Zágrábban, majd később Újpesten, de a leghíresebb épülete az mégiscsak a budai postapalota.